Ezeknek a buszmegállóknak már megvan számlálva az idejük. Napok kérdése, és a kiszolgált építményeket újabbak váltják Csikóstöttösön. A település vezetésének célja, hogy az eddigieknél komfortosabb, élhetőbb faluvá válhasson a kaposmenti település. Kreb Imre, aki 1998 óta alpolgármestere volt a falunak, mostantól vezeti a képviselőtestület munkáját, azt mondta, az alapokat már letették, a megkezdett úton akarják folytatni a munkát. Így például az utcafejlesztési programot is, melyben a saját maguk által gyártott térkövekből eddig már 800 métert raktak le. Egy összeszokott, egymást jól ismerő közösségbe tudok dolgozni, és úgy érzem, hogy ezzel a csapattal tudunk is tenni az elkövetkezendő időbe a településünk javára. Vízelvezetők, járdák építése, óvodai játékok felújítása és a település wifi rendszerének korszerűsítése van jelenleg Parondon, melyre a források a tavaly megnyert pályázatok alapján rendelkezésre is állnak. A következő időben tovább próbáljuk fejleszteni a községnek azt az értékét, amiért valakik eljönnek hozzánk, szeretnénk fogadni a hagyományok házába és ebbe a Kneipp útvonalas programba, környékbeli iskolás csoport, ahol mindennel el tudjuk látni őket, hogy itt jól érezzük magunkat. Azt szeretnénk, ha minden csikóstöttösi otthon érezni magát a településen. Ehhez az alapinfrastruktúra már évek alatt kiépült. Most a komfortossá vált étel a legfontosabb feladat, tette hozzá a polgármester.